Egy jó kis Spandau Ballet-ra jött be, ugye, a Goldra, Andrew Gilding, aki hát akkor volt fiatal, amikor ez a szám nagyon-nagyon pörgött a diszkókba. A másik oldalon vénik pedig egy Red Hot Chili Peppers-re. No, hát generációk csatája. Igen, ahogy mondtad, hogy régen láttuk Gildinget, pedig nagyon jó keze van, és egy nagyon különleges stílusban dob. Igen, lehet látni, hogy nagyon-nagyon kiáll éppen a legszélére a dobó folyosónak, és kvázi keresztbe, picit keresztbe dobja el a nyilakat. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem találja el a táblának a megfelelő szegmenseit. Véniknél meg ugye az az érdekes, ezt már a múltkor is megfigyeltük, hogy a támasztó lába az szemből nézve ugye hátrébb van, vagy oldalabbra van, mint a jobb lába. Tehát igen, eléggé kicsavarja a derekát ezzel a mozdulattal, illetve ezzel a beállással. Tehát hatékony, tehát működőképes összességében a történet. A fogadóirodák azt mutatják, hogy Gilding a masszív favorit. Hát ez mondjuk nyilván a... De német pálya, ugye Gilding hazai környezet. Ez ugye nyilván a múltnak köszönhető, hogy őt tartják inkább esélyesnek. Ugye Lukas Wenig az első, tehát a German Darts Championship-en is, bocsánat, az a második volt, kicsit el vagyok tévedve. Igen, tehát a másodikon, a German Darts Championship-en volt ott ugye az első körben Daryl Gurney-től kapott ki 6-3 arányban, és a harmadikon a German Darts Grand Prix is ott volt. Ott is az első körben kapott ki, mégpedig pillanat, vadászom. Közben Gilding egy nagyszerű egyessel kezdi a mérkőzést. Ott Kim Berry-től kapott ki 6-4-re. 81 közben Gildingé, nézzük Wenig-et, aki 27 éves, úgy számolgattam, hogy középsős óvodás volt akkor, amikor Gilding elkezdte a dárcot. Hát... Ott már jön a tripla. 140 Gilding. Egyébként Gilding a turkárdosok European Tour selejtezőjéből úgy jutott el ide Leverkusenbe, hogy Radek Szegánszkit verte 6-5-re, 94,15-ös átlaggal, majd Ricky Evans-t 6-1-re, 109,21-es kör átlaggal. Az igen! Tehát azért az nem, azért nem, volt egy, nem volt egy rossz teljesítmény a korosodó angol úriembertől. Hát Lukasz, 51 éves. Lukasz Wenignek ugye kicsit nehezebb dolga volt a tekintetben, hogy több mérkőzést kellett nyernie, hiszen a Host Nation Qualifier-en 64-es főtáblán már játszania kellett. És hát sorban Sebastian Kainét, Arzen Ballait, Robin Begert, Dragutin Horvátot és Franz Röcsöt verte meg. Nem is rossz teljesítéke volt itt, 90 fölötti, 96 fölötti kör átlag, tehát nem játszott rosszul azon a selejtezőn Lukasz Wenig, hát nyilván különben nem is lenne itt. Négy német van különben a mezőnyben egyelőre. Ugye az esti program végén jön az a hármas csomag még, Schindler, Kurz és Clemens. Igen, azért azt nem merték a szervezők megjátszani, hogy mind a négy német játékost az esti programba rakják be, hiszen akkor erőteljesen lecsökkent volna az érdeklődés a hazai szurkolók részéről a délutáni etapra, így azért még van kiért szurkolniuk. Hát és valljuk meg, azért a négyik közül Wenig talán a leggyengébb játéktudású jelenleg. Igen, ezt nyugodtan kijelenthetjük. Dupla 10 Gildingnek. Fúha, elég messze van mind a kettő. Az is. 142-ről Wenig. Meglepheti. Így nem. Nem jött egyik sem oda, ahova kellett volna. Megint vissza Gildinghez, a szokásos séta. Dupla 5. Igen. Hát nem könnyű ilyen közegbe dobni. Igen, ráadásul ugye az is nehezíti a dolgát, de most várjuk meg ezt a 8-at. Megvan a tripla 20, dupla 10.
Még mindig dupla 10. Ott van! Vénig vezet. 21 lassan. Tehát az nehezíti igazán Gildingnek a dolgát, hogy nincsen egy olyan természetes alapzaj, tehát amit mondjuk egy pár ezer ember tud művelni, hanem van ennyi szurkoló, és gyakorlatilag csak azt hallja, hogy azok a szurkolók mit reagálnak az ő dobásaira. 140, hát nem dicsérik, az és, biztos. És ugye így az ollézás az sokkal jobban bealacik, mint hogyha van egy pár ezer ember által generált alapzaj, és akkor abban van 40-50 ember, aki ollézi. Hát meg is zavarja, mert két darab tripla egyes, sőt három! Hát ilyet is nagyon ritkán látni! 181-en jobbra. Hát ilyet! Ennyi. Igazán vagány volt, ha már kettő benne volt a tripla egyben, a harmadikat is odadobja. Háromból 9 pont, mi? Egy igazi úr így mulat. Nyilván nem ez volt a szándéka, tehát ezt most itt kicsit túl dramatizáltuk. Szeretett volna ő 180-at dobni. Na most már a szektor legalább megvan, a tripla az még nem. De ez is mutatja, ugye, hogy milyen vékony a mesdje, a zsenialitás és a nevetségesség között. Egyébként igen. Ugye erre van az a mondás, hogy mi különbözteti meg egymástól az őrültet és a zsenit, a siker. Jó. 60 Vénignek. Egyben biztos vagyok én, hogy akárki nyer itt, nem lesz a torna meccs átlaga a győztesé. Nem valószínű. Tehát jelen pillanatban Gilding nagyon keresgéli önmagát, megint becsúszik egy tripla egyes. Az átlaga alig lépi túl a 60-at. Sőt, most már ezzel a 43-mal 58,5-re lecsökken. Hihetetlen. 140 Vénigtől, ezzel megugrik. Ugye még itt a mérkőzés elején vagyunk, itt egy-egy kör nagyon komolyan, tehát akár több 10 ponttal tudja befolyásolni a körátlagokat. Nyilván, ahogy haladunk előre a meccsben, egyre kevésbé tudja csökkenteni, illetve növelni. 50. Na, négy kör alatt megérkezett 310-re. Nem sieti el. Nem, abszolút nem. Egyébként sem az a kapkodós típus. Dupla 20-ra egy nyíl. Nincs meg. Marad a dupla 10, és hát tengelnyi ideje van Lukasz Vénignek, hiszen Gilding 310-re jön. És a tripla egy. Mi vonza oda? Mágnes. Akkor nyilakat kell cserélni. Az Peter Wright-nak a módszere. Igen. Tegnap is ezt csinálta, hogy ledobott kettő vagy három kör Gary Anderson-en, és már cserélte is át a másik készletére. De nem jött be. Nem. Vénignek viszont bejön a dupla 10, ismételtem. Ragyogóan kezd a fiatal német, 2-0. Azért én várom, hogy összekapja magát Gilding. Százas. És 140. Az itteni továbbjutó majd Brandon Dolennel játszik szombaton, aki a verseny 9. kiemeltje. Az kimondottan egy olyan mérkőzés lesz, már ezt előre bocsátom, amit túl kell majd élni. Nem a színvonal miatt kifejezetten, hanem ha megnézed, hogy milyen tempóban dob Andrew Gilding, milyen tempóban dob Lukasz Vénig, és ehhez még hozzávesszük Brandon Dolan tempóját, az nem lesz egy rövid mérkőzés. Egyikük sem a kapkodó idegbeteg kategória. De hogyha ilyen szép köröket tudnak dobni, akkor nem baj, tehát játsszák ki nyugodtan. Akkor legyen mondjuk 11 darab 4-5 körös legés, akkor okék leszünk. Menni kell a tripla... Kiszállón az ellenfél, menni kell a tripla 17-re. Uh-huh. Észbe is kapott még időben Gilding. Igen, kiállt és újra visszaállt a helyére. Megvan a tripla 17, bulla végére. Így is van! Hát ha ilyet tud! Így kell ezt csinálni, 12 nyilas játék. Eddig palástolta ezt a tudását Gilding. Negyedik 120-os kiszálló a délután során. 60.
és Gilding ragaszkodik ehhez a, ez a bő inkhez, széles gallérral. Hát, ha neki ez a kényelmes. 180! Így is megy. Az ingek, a darts ingek tekintetében nálam még mindig Ted Henke az abszolút favorit. Nem tudom, milyen be volt. Hát ugye ő a beceneve a gróf, ugye, mint a zsabós ingbe jött ki? Nem, mint a vámpír gróf, és hát konkrétan egy olyan inge volt neki, aminek a dekoltázsa úgy a hasa közepénél volt nagyjából. 140, nincsen meg a hatodik tökéletes Neil Gildingtől. Az jó. 180! Na, Vénig is ad a csördét egyet, neki is van már ilyen. És ugye ez a 20 pontos különbség azt jelenti, hogy a német már kiszállón van. Igen. Ami azért ebben a helyzetben nem mindegy. Megint az a fránya egyes. És 41 csak. Meg lehet oldani a 161-et. Tripla 20. Na. Ó, leveszi ő is az egyes. A Gilding egyes. Tudatosan kerekített. Kellene a tripla. Nem jön, jön. Visszadobja a 40. Úriember. Ennyi. Jó házigazda. No, az előbb meg volt a 121. Most nem lesz meg a 140. Megvan. Kerekíteni tud 40-re. Így. Az is jó. Na csak és hát akkor ugye jön a Shanghai. Viniktől. Kell a tripla 20. Nem jön. Viszont nagyon szép a végén a kerekítő dupla 20. De Gilding dobhat előbb, és 0-2-ről lehet 2-2. Kurjongatnak a nézőtére, mennyire zavarja meg? Sem ennyire. Annyi, 2-2. 15 nyilassal a 12 nyilast követően. Visszaveszi Gilding az elveszített kezdését. Nem az a sziporkázon szenvedélyes férfi. Nem. Az ő arcán szinte soha nem lehet látni semmilyen érzelmet. 60-nal kezd mindössze. Hát ahhoz képest, hogy volt Gürnének már 58-as átlaga is a meccs elején, most 81 fölött van már. Igen, elképesztően mélyen volt a mérkőzés kezdeti szakaszában. Azóta nagyon szépen építi fel a játékát. És nyilván ebben a helyzetben a körátlagok olyan szempontból csak tájékoztató jellegűek, hogy az eredmény az 2-2. És ugye láttunk már ilyenre bőven példát, amikor lényegesen alacsonyabb körátlaggal mégis megnyerte valaki a mérkőzést. Ez ugye leginkább annak köszönhető, hogy azokban a legekben, amiket elveszített, azokban nem jött le olyan alacsony pontértékre, mint az ellenfél. Azokban a legelőben, amit az ellenfél veszített el. Tehát ez ennyi múlik igazából. Igen. Fölé, még egy jól jönne. Leváltott. Hát 101. 253 maradt. Lehet, hogy megjöttek a Bayer Leverkusen ultrák. Azok a hangosak. Az megvan. Még az egy tripla 20. 180! És ott volt a Goldfinger. Ott bizony. Az aranyúj. Vissza kell dobni. 139. Ez mondjuk szerintem butaság volt. Mindjárt kiderül, hogy... Ha már váltani kellett, akkor inkább 18-asra váltott volna. Dupla 20. És szép. Megcsinálja. És fordít. 0-2-ről 3-2-re az angol vezet. Már nincs kedve mosolyogni Vénignek. Valamit javít a kiszállózásán. Gilding most ez 27%. A németnél 40%. 60-as nyitány Veniktől. Száznyolcvan! Ugyanoda.
és ugyanúgy kimutatott a kamerának. Rövid időn belül a második maximumja Gildingnek. 44 a válasz. Óriási, hogy csusszan előre. Jön-e a negyedik? Na? Jön. És az ötödik. Jön. Az is. És a hatodik. Az is ott van! 180! Na kérem! Hát ha megcsinálja Gilding... Na de figyeljük Winninget még. Elég szerény válasz. 60 mindössze. Na gyerünk! 141. Tripla 20. Nincs meg! Ennyi, Irgumburgum. Ugye ma már volt egy fiúnál 6 tökéletes nyíl. Így van. Nagyon messze tőle Wenig. Átcsúszott az a tripla 7-esbe. És akkor Gilding 4-2-ér. Még egy nyíl a dupla 8-ra. Nem sikerül megoldani. Jó, de hát Wenig sehol még. Gildingnek különben volt 9 nyilasa? Nagyon hosszú a pályafutása, ugye ez 3 évtizedet ölel fel. Gondolom azért volt. Hát ezen Weniget nézzük még. Az nem kizárt, hogy volt, de hogy volt-e neki hivatalos, azt egy picit nyomoznom kell. Dupla 8, szép. 4-2-re vezet Andrew Gilding. És nagyon-nagyon összeszedte magát 0-2 után. Addig egészen drámaiul játszott, és rosszul. Igen, 2 darab 9 nyilasa volt. Aha. Andrew Gildingnek. Az egyiket az 2015-ben a Gibraltar Darts Trophy selejtezőjén dobta Robbie Green ellen, míg a másikat 2018-ban a 21. Players Championship fordulón Barnsley-ban dobta Mark Dudbridge ellen. Most pedig irányít, folyamatosan emeli a tétet a tömegelésben. Kicsit jobban néz ki már a kiszállózása is, de ez még mindig 30% alatt van. És egy zsinórban nyert 4 leget. Igen, és ugye az a nem mindegy, ha megnézzük, hogy 12, 15, 15, 13 nyíl. Tehát nyilván ez játék a számokkal, de hogyha azt a első 2 leget konkrétan kivennénk Gildingnek a teljesítményéből, akkor akárhogyan is számolom, de 133,6-es átlagot dobott. De nem tudjuk kivenni sajnos. Bocsánat. Ez túl magas lenne, nem? Nem, bocsánat, egy 10 nyilal elszámoltam. 109,31, nem, az túl sok. 109,31-es átlagot dobott 0-2 óta Andrew Gilding. Ott ébredt föl. Igen. Most egyébként 90,3 volt a legutóbbi mérésnél. Az ellenfélnek 86,8 az átlaga. 140. Megint ott lehet egy lehetséges 5-körös, akár 14 nyilas játék. Wenigtől is 74 pontra jött ezzel le. Viszont Gildingnél az esély, hogy előbb rápróbáljon a kiszállóra. Megvan a tripla. Dupla 10. Az is megvan. Hibátlan. Ott a 14 nyilas játék. 5-2. Hát 0-2 után nagyot változott a világ itt Leverkusenben. A tönk szélére került Lukas Wenig. Lou, ahogy itt hívják. El is csöndesedett a csarnok. Most már nem fütyülnek, nem rázzák az öklüket, amikor ő dob. 100. Hát igazából nincsen értelme, látják azt, hogy annyival fölé kerekedett ellenfelének Andrew Gilding, hogy csinálhatnak ők itt bármit. Nem fogják tudni az angolt megzavarni. Két darab százassal Wenig, még tartja magát. Saját kezdéssel. Levált Gilding, és ott jön egy tripla.
kevés olyan köre van, ahol legalább egy tripla ne lenne. Tripla. 59 csak Vénignek, ez most nagyon kellemetlen pillanat neki. Hát a Gildig egy nagy körrel átveheti az irányítást. Kellene két tripla, le kell váltani 19-re. Az elmegy a hetesbe. Ott se jön. Mindösszen 46 pont. Vénig előtt az esély. Legalább ezt hozza. Igen, az a... Az első két leg az teljesen felejthető, viszont amit azóta Andrew Gilding művel, az egészen elképesztő. És már kíváncsiságból szétbontottam a mérkőzést, hogy csak azokat a legeket nézem, ami 0-2 után történt, hogy mit is alkotott Andrew Gilding 134-jel, 124 pontra érkezett meg, viszont Vénik 102-ről kiszállhat, megvan a tripla 20, 10-es, megvan, dupla 16. Úgy van! Hát legalább ez! Hely, de szép! 5-3, de még mindig kell Vénignek három leg zsinórban. Gildingnek már csak egy. Na. Egy 100 pluszos kiszálló. Kilenc a kezdés. Vénig párja. Igen. Még bízik a csodában. Nyolcan a válasz Gilding 99-ére. Fölé alá. Egy tripla jön. 97. Most kéne, hogy Vénig megrázza magát. Nem akarnak nagyon jönni a triplák. Ja, nem is értem, hogy most miért nézett ki, hogy mennyie van. Hát, van, amennyie van, és dobja, amit tud. 44-et. Igen, ez most egy eléggé hektikus leg. Egy tripla van, 81. De még messze van a kiszállótól. Vénig lépés hátrányban. Csak 59. Két nagyon rossz kör. Gilding befejezheti, amit elkezdett. Egy tripla mindenképpen jól jönne. Így meg aztán végképp kellene. Nincs. Nem. Kiszállón van mondjuk így is. Véningnek ellenben három tripla kell ahhoz, hogy kiszállón legyen. Hát nyilván így már el is lehet felejteni. Nem volt őszinte a mosolya. 41 kész kesztétesti Vénig. 0-2 után teljesen kicsúszott a talaj. Lukas Vénig lába alól, Andrew Gilding átvette a mérkőzésnek az irányítását. Nézd oda! Nem kell rámennie. De meg akartam dobni a tripla 18-at is. Azt meg akarta dobni, de szerintem a búra akkor sem ment volna rá a végén. Most így legfeljebb kerekíteni használta. 76 pont marad. Vénig szinte reménytelen helyzetben. Hát így már nem szinte, hanem teljesen reménytelen helyzetben. 97 pont még mindig nincsen kiszállón. Gildingnek még mindig 6 nyír rendelkezésére áll, hogy megoldja ezúttal ezt a 76 pontot. Ott lehet, a következő 20. Elég. Meccs nyíl. Még egy, dupla 4. Kész is van. Ennyi volt, game over. Ez tehát a mai délután vége, kedves nézők. Andrew Gilding a vártnál talán simábban verte meg Lukas Vénigét, úgyhogy a német fiú 2-0-ra vezetett még az elején, úgyhogy Gildinget is láthatjuk majd szombaton, illetve a többieket 19 órától folytatjuk tovább a programot méghozzá Nivon Petersen és Kevin Dutz találkozójával, akkor már Zsolti mellett Lukács Viktor fog üldögélni. Nektek jó munkát, önöknek pedig jó szórakozást. Mára ennyi délutánról. Viszontlátásra! Viszontlátásra!